Üdvözlöm Önöket! Ebben a dobogóban Kádár Gabriella szobrász és keramikus művésszel beszélgetünk. Az iskolában megszokott feladat szokott lenni, hogy elemezd a művész alkotásait. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ő magát kérdezhetjük, részben az egész, egészben a rész című kiállításán. Hol is kezdjük? Talán a címnél. Mit akar ez a cím, milyen tematikát? Hát foglalkoztatott, hogy miért vagyunk itt. Ez már mondjuk régóta foglalkoztat ez a kérdés, és erre jutottam, hogy egy részei vagyunk egy egésznek, és akkor ezen a vonalon elkezdtem alkotni, így elindultam, és akkor inkább mutatom így a szobrokat, és jó, az alapján mondanám, részek, mert így nehéz így megfogalmaznom. És akkor talán a végére majd kialakul az egész. Igen, hogy akkor meg tudom, talán a szobrai meg tudják mutatni azt, amit nem tudnék most így elmondani. Jó, nézzük! Na, az első szobrom az ego bűvöletében. Még kicsit bemozdítom, hogy lehessen látni, hogy körbe, hogy milyen. Olyan, mint egy kígyó. Én legalábbis arra asszociálok. Igen, miközben csináltam, itt lehet azért látni, hogy van egy női forma. Ugye a nőségem, azt nem tudom ugye ezt kizárni, ez mindig megjelenik a szobraimba. És amit mondtál, hogy kígyó. Ez a bűvölet miatt szerintem ezért is jött így be, hogy tulajdonképpen önmagunkat bűvöljük meg a gondolatainkkal. És nagyon sokszor van úgy, hogy ugye pozitív dolgokkal bűvöljük meg magunkat, és van amikor negatívval, de hogy az maga nem a valóság. És hol van a kígyó bűvölő? A kígyó bűvölő az a gondolatunk. Tehát az, hogy vagyunk mi, akik vagyunk valójában, az önvalónk, akik vagyunk, és egy képet kialakítunk magunkról, az a bűvölet. És hogy ez ilyen szerepeket játszunk az életben, ki anya, mondjuk anya is vagyok, például csak magamról veszem le, akkor vagyok testvér, vagyok gyermek, barát, vannak tanítványaim, tehát nagyon sokféle szerepet betöltök itt a mostani életemben, és hogy kicsit ez volt bennem, hogy tovább szerettem volna ezt csinálni, mert lett volna itt egy ilyen film, csak nem sikerült szereznem, mert az volt bennem, hogy lehet hangszer is. Tehát az, hogy nem biztos, hogy kígyó az egyiknek, kígyó másiknak, az nem az. Tehát, ki mit lát bele, igen, ki mit gondol bele. Igen, mit bűvöl bele, az a lényeg, hogy lehet egy zene is akár, ami másnak mondjuk egy félelmetes dolog. Na, akkor ez az egyik. A következő ez a tánc. Hát itt pedig az van, hogy ami mögötte van, az az életnek a virága, így is hívják. Ezt a végtelenségig lehet folytatni, valószínű emiatt is nevezték el így. És a kör maga az pedig a teljességet szimbolizálja, és akkor valahogy az volt bennem, hogy ez a játék, de hogy lehetne ezt az életet örömben, táncban is élni. Csak nagyon sokszor olyanokat bűvölünk magunk köré, ami fájdalmas, meg nehéz. Miközben, ha ezt így könnyedebben vennénk, akkor lehetne akár egy ilyen gyermeki tánc. De vajon hogy lehet ezt irányítani? Ez már csak ilyen költői kérdés, mit bűvölünk magunkba. Hát az, hogy épp az lenne a lényeg, hogy a bűvöleteinket elengedjük. Hogy a valóságot kezdjük el látni. És majd már megyünk tovább, tudom ezt tovább mondani, és olyan jó, hogy ezt most így csinálj. Akkor van ez a nagyon egyszerű forma, éppen csak egy kicsit megnyitottam a tetejét, és látod, ott van ez a szöveg, ez egy versből egy részlet. Vágsz szét a magvat, mit látsz? Semmit. Ez a semmi a magban, ez nő meg fává, ez a láthatatlan. Ez a lélek, a mindenség csírája, ez a valóság, ez a könnyű pára. És ezért volt nagyon nehéz nekem is, mikor dolgoztam kicsit bele, meg is rettentem, hogy meg akarod mutatni azt, amit megmutathatatlan? Hát hiszen pont azt mondja, hogy az életnek a csírája, a lényegünk, nekünk magunknak a lényegünk, az, ami megfoghatatlan. És akkor hogy akarod ezt te anyagba beletenni? És aztán a végén ez született belőle, hogy ugye az anyagba meg valamilyen próbáltam itt is a teljességet, és azért nyitottam meg, hogy ugye keresem, hogy mi ez. Mi ez az egész, amit persze nem fogok megtudni, mert hogy csak egy rész vagyok. De ettől izgalmas ez az élet, hogy mint rész kutatok. És mindannyian kutatunk, és játszunk, és hogy ez ettől jó itt lenni. Olyan ez akkor, mint egy puzzle. Nem? Igen, össze olyan. Össze kell rakosgatni a részeket. Igen, igen. És hogy ez nagyon izgalmas tud lenni. Nagyon izgalmas. Ez az élet labirintus. Én tavaly
télen elmentem a Krisna völgybe, és én ott oltárt festettem többet magammal, és volt ott egy fiú és egy apa. És őket mindig láttam, lementem ugyanúgy velük, részt vettem az istentiszteletükön, meg a tanításaikon, érdekelt az ő életük. És néztem őket, és valahogy ők nagyon megragadtak engem, meg az oltárnak a fénye, és aztán ez, amikor ebből úgy lett labirintus, hogy az volt bennem, hogy mert ez megjelenik több helyen, ez az élet labirintus különben, így a templomokban, és most meg nem mondom, hogy hol, de több helyen ott van. És hogy be lehet jutni, tehát van egy fejlődési utunk, és elindulunk, és tanulunk úgy, hogy másoknak a példamutatása által is, és a magunknak az önfejlődése által is, és hogy ezt akartam itt megmutatni, hogy nem akartam, hogy itt most mondjuk Krisnás ruhában legyenek emberek, hanem azt szerettem volna általánosságban megmutatni azt, hogy mindenki kivétel nélkül bármilyen vallásba tartozik, bárhol jár, bármit csinál, egy életutat jár végig. És az, hogy látod, hogy van ez a fekete rész, az a számomra az a tudatlanság, mikor még tudattalanok vagyunk. Tehát nem úgy, hogy buták, hanem hogy tudattalanul cselekszünk, és azért tettem egyre fényesebbre, hogy ahogy haladunk előre, a jobb esetben egyre fényesebben látunk, egyre tisztábban látunk, egyre világosabban. Ahogy tulajdonképpen tudatára ébred az ember. Igen, igen, igen. Egyébként ez jellemző rád, ez a spirituális látásmód, vagy életmód, vagy... A spirituális, azt a szót nem szeretem, mert hogy ilyen ezotérikus, ilyen hókusz-pókuszok, meg ilyen ingoványos területet én azt érzem mögötte, hanem hiszek Istenbe. Vagyis meggyőződésem, hogy ezt az világot teremtett egy hatalmasabb erő. És abban hiszek, hogy szeretetből vagyunk, tehát a szeretetből van teremtve ez a világ, és hogy szeretetre születtünk. És hogy ez a mi útunk, hogy ezt megértsük, hogy a valóság maga, ez meggyőződésem most már, a maga a szeretet, és minden mást, amit rávetítünk, hogyha ha megtanulunk mögé nézni, megértjük, hogy rend van, és szeretet van, csak ugye sok minden nem látunk pont a bűvöletek miatt, amit mi csinálunk, ugye bármagunknak. Igen. De akkor gondolom, te is úgy jutottál el erre a gondolatra, hogy összerakosgattad a részleteket. Igen, igen. Én elindultam egy 11 éve egy ilyen önfejlesztésbe, ez ilyen tudatosan egy önfejlesztésbe, tehát több irányba kerestem, voltam különböző vallási gyülekezetekbe, voltam pszichológia felé, filozófia, mindenféle, rengeteget olvastam, és azt szűrtem le az egészből, hogy mindenki kereső. Tehát megértettem, hogy bemész egy vallásba, tehát soha nem csatlakoztam, és én maradok is így. Mert rájöttem, hogy bárhova megyek, a mag ugyanaz. Csak ők máshogy fogalmazzák meg, ők már, tehát a kereső utak különbözőek, és a számomra az én útkeresésem a művészet. És én ezt nagyon szeretem, és boldog vagyok, hogy ezt megkaphattam, és járhatom, és itt maradok ezen. De az nem azt jelenti, hogy mindenkinek ez az útja, és ezt én tiszteletben is tartom. Akár a tanítványainál is, hogy ha valaki odajön, és valakit megérint, az tudom, hogy nálam fog maradni, amíg föl nem nő. És van olyan, aki megérkezik, és már érzem, hogy ő neki nem ez az útja. És ő el is fog, igen. És az nem baj. Mert nem. Az a jó, hogy szabad akaratunk van, hogy mindenki arra megy, amerre akar. Tulajdonképpen. Ez pedig a Pruhászka Ottokárnak van egy verse, Kő az úton. És én csak azért hoztam a címét, mert ugye megcsináltam ezt a követ, és bele ezt a fémből ezt a kis virágot, mert magának a versben arról van szó, hogy bármilyen kő kerül, akadály kerül az utunkba, a mi hozzáállásunktól függ az, hogy az most, tehát mit tanulsz belőle, tehát mindegyik lehet áldás. Megbotlasz benne, vagy átléped. Igen, nem, igen. Most valami vagy jól megnézed, hogy most ez most biztos, hogy ez miért vagy megállítva. Tehát ha elgondolkozol rajta, rá fogsz jönni, köszönöm. Tehát nagyon sokszor van úgy, hogy mit tudom, kívánsz, mondjuk nagyon-nagyon vágysz valamire, kívánod. Úgy szeretném, hogyha ez meg lenne, ha ezt megkapnám, akkor én olyan boldog lennék, és nem kapod meg. És eltelik mondjuk 2 év, és azt mondod, hogy de nagy mászdi. Nekem ez nem is kellett igazából. Igen, mert kaptam valami olyan, lehet, hogy amikor, mert néha mondom, hogy uram, nekem sokszor a csomagolásod nem tetszik, tehát néha azt látod, hogy olyat kapsz az élettől, ami nagyon nem tetszik, de amikor a később visszanézel, rájössz, hogy hogy köszönöm szépen, most már értem, hogy miért kaptam.
utólag értelmet nyernek a dolgok. Mm-hmm. Igen, igen. Na ez a saját szűrőnát, ez amikor ez készült, tehát olyan érdekes, hogy egy csomó minden volt először. Először volt úgy, hogy volt benne kerámia, elvetettem, meg volt festve, elvetettem. Volt a kettőt, kombináltam, nem, és egyszerűen nem értettem, hogy valahogy nem. És akkor rájöttem, hogy hát figyelj, nem kell mögé semmi, mert pont ez a lényege, hogy mindenki a saját szűrőjén át fogja látni. Van, aki azt mondja rá, hogy micsoda hülyeség, fölrakott egy ilyen tyúkhálót, hogy mi ez. De valaki meg azt mondja, hogy tehát hogy valamin elgondolkozik, hogy tényleg, ha elolvassa a címét, akkor azt mondja, hogy hát tényleg valami az én szűrőmön keresztül, a gondolataimon keresztül, meg az élet történetem keresztül. Tehát, hogy mit éltem meg, az nagyon befolyásolja azt, hogy hogyan viszonyulok a világhoz. Mert van egy szűrőm, és hogyha a szűrőm szennyezett, ha a múltammal van tele, vagy nem mondjuk, hogy szennyezetnek, hogyha a múltam vannak a kockákban benne, akkor ott van mögött egy másik ember, és rávetítem akaratlanul, tehát nem szándékosan, nem láthatom őt, és ezért gondoltam, hogy én emberekkel foglalkozom, meg szeretnék ezután, és még intenzívebben, és azt gondoltam, hogy nekem új rendbe kell jönnöm, új rendbe kell tennem a múltamat, hogyha elém áll egy ember, akkor én őt lássam. Úgy, ahogy van, a valóság. Igen. Mert szerintem ez a lényege, hogyha valaki emberekkel akar foglalkozni, akkor tegye magát rendbe. Addig ne nyúljon emberekhez, amíg nincs úgy rendbe téve, hogy nem vetít rájuk. Egy kicsit most gyakorlatiasabb kérdés jutott eszembe közben, mielőtt beszéltél, hogy ezek szerint nincsen egy vázlatod, vagy egy terved, amikor elkezdesz alkotni. Mert hogy mondtad, hogy ebben is volt kerámia, volt benne sok minden, és aztán végül ez lett belőle. Igen. Nincsen, mert tehát megvan az ötletem, megszületik általában azon reggel, megkapom ajándékba, hogy igen, ez az, és akkor szoktam rajzolni, de soha nincs az, hogy most az konkrétan pontosan úgy fog kinézni, ahogy ott megszületik, hanem az, vagy lépek benne tovább, hogy akkor tovább gondolom közben, miközben csinálom, és az érzéseim, meg a gondolataim úgy mennek, és akkor van úgy, hogy például meg hiába lerajzolom, nem csinálom meg, mert akkor már úgy nem tudom, valamiért mégsem születik meg. Tehát az érzés az, ami tulajdonképpen akkor vezet. Igen, igen, igen. Téren és időn át. Ez a cím ismerős, talán egy BUM kiállítás is volt ilyen címmel. Hát én most, tehát nem volt tudatos a maga a címválasztás, de tényleg volt ilyen. Tényleg volt. Ez még lehet, hogy csak annyi, hogy megmozdítottam az anyagot. Tehát, hogy ilyen, vajon hogy születhetett a világ, fogalmam sincs, ugye nem tudom, lehet, hogy ott voltunk, csak nem, mint az egésznek a része, ott lehettem, csak ez az emlékem maradt meg belőle, de hogy azért, azt akartam, hogy legyen benne egy mozgás, és azért nem is akartam rávinni színt, meg semmit, hogy de jelzésszerűen mégis legyen benne az, hogy a teremtettség, vagy igen, mikor anyaggá válik az, ami addig nem volt anyag. Úgyhogy ez így született. Olyan filozófikus kérdések jutnak közben eszembe, hogy honnan jöttünk és hová leszünk, mi alatt beszélsz, amiket tulajdonképpen nyilván nem teszek fel neked, mert igazából megválaszolni sem tudod. Tudod mi? Olyan jó, hogy ezt mondod, mert szerintem mindenkit előbb-utóbb foglalkoztat ez. És nekem most eszembe jutott, hogy a Mujit szoktam hallgatni, ez egy ilyen tanító, és ő mondott egy ilyet, hogy úgy félt mindig a haláltól. És akkor egyszer csak leesett neki, és nekem ez annyira tetszik, hogy ezt átadom. Azt mondta, hogy mikor megszületünk, veszünk egy mély lélegzetet. Mikor meghalunk, akkor kileheljük a lelkünket, hogy nem kell félnünk a haláltól, mert csak a ruhánkat levesszük, és most pont jó, hogy ide is értünk. Mert ez most pedig nem szándékos volt, de mégis úgy jött ki. Mert látod, hogy egy az anyag, s minden más csak ruhája. Lelkünk öltözik, ez a könnyű pára. És hogy én ezt megértettem, hogy nem kell félnünk a haláltól, hiszen egy egésznek vagyunk a részei, de ezt a ruhát levesszük, hiszen én is most már 52 éves vagyok, látom, hogy öregszik, hogy már ráncos, hogy már mit tudom, műtéteim voltak, hogy hegek van, olyan, mint egy igazi ruha, amit már megvarogattak szó szerint, de ugye össze kell varni műtét után. Tehát, hogy megérted az menet közben, hogy
hogy ezt fogadd el, hogy ez a ruhát egyszer csak el fogod nyűni, és le fogod tenni. De az nem a végedet jelenti, az, aki valójában vagy. Tehát a lélek az tovább élés. Igen, ez nekem ez meggyőződés. És akkor eljutottunk a reinkarnációig? Akár. Én nem tudom, mert én is csak kereső vagyok, bennem az ment végig, hogy ha leveszem a ruhámat, miért ne vehetnék föl később egy másikat? Hiszen egyszer a barátnő mondta, hogy te figyelj, gondolkoztam azon, hogy honnan jöttünk. Igen, az is lehet, hogy ez már a sokadik ruhád. Igen, és akkor rájöttem, hogy tök igaza van, honnan jöttünk, azt sem tudom, akkor mit izgulok, hogy hová megyek. Valószínűleg oda megyek, ahonnan jöttem, nem? És előbb-utóbb lehet, hogy megint visszajövök. Ha meg nem, annak sincs jelentősége, mert annyira izgalmas az itt lét. A Jákob létrája, ez a Bibliában is van róla, vagy hát ott van róla szó. Ez igazából játékosság volt bennem, mint egy gyereknek, úgyhogy lehet is látod, hogy mennyire olyanra is csináltam. Tehát olyan kis gyermeki figura. Olyan volt bennem, amikor csináltam, még itt egy kis angyal is, mert ugye a Jákob létre jönnek, mennek, azt mondja, hogy igazából, mintha a föld és az ég összekapcsolódna, és akkor ott ilyen jövésmenés van. És akkor tehát ennyi volt bennem, hogy így élveztem, hogy kicsit úgy lazábra vesztem ezt a dolgot. Ne legyen olyan súlyos és komoly ez a téma. Igen. És akkor ez is egy könnyedebb része, mert amikor elfáradtam, mert ugye ezért így méz benne, meg így az agyalsz rajta, tehát így érzelmileg is meg benne vagy, meg úgy mindenhogy, és akkor nem mondom most csak úgy csinálok valamit, és az is a cím, hogy dallam. Mert ez itt csak úgy, ennek most itt nincs mögötte semmi, csak egyszerűen ott voltam, és így, és ez jött ki a kezemből. És jó volt csinálni. És a formák is tulajdonképpen annyira könnyedek. A hullámforma, ez a kis kerek, gömböjdet forma. És olyan érdekes volt, hogy valaki itt megjegyezte, amikor volt a kiállítás, hogy az egyik, hogy ez olyan, mint egy hattyú, a másik azt mondta, hogy neki van egy vitorláshajó, és akkor mindjárt látod, előjön az, hogy ki mit lát benne. Igen, nekem olyan volt, mint egy virág. És aztán mondtad, hogy dallam, mondom, dallam? És ez benne jó, hogy mindenkinek más, de valahol mégis érezték azt, hogy a szabadság, mert azt éreztem ott, mikor csináltam, hogy olyan jó csak így lenni. Mert én most jártam 3 évet kerámia szakra a BKF-re, ott tanultam, és engem nagyon megkillódtam. Tehát az, hogy most megkötik a kezedet, így be vagy így szögletesítve, és azt kell csinálni, aznak el nagyon nem ment. De miért kell ezt valakinek tanulnia, aki már csinálja? Igen. Gondoltam, hogy a művészetterápiát szeretném csinálni, és akkor ez volt egy ilyen követelménye, hogy legyen diplomád, mert csak felsőfokú végzettségem volt, és hogy legyen egy diplomám, de nagyon megkillódtam, mert mondom azt, hogy van a műhelyem, majd meglátjátok, hogy van egy műhely olyan, amilyen, de az az enyém, és abban szabadon azt csinálok, amit akarok, és van egy olyan, ahol sokan vagyunk, és ilyen kötöttségek vannak, szóval ennek nagyon nehezen viselt. Na, és akkor ez még ami van, ez az ég és föld között. Itt látod, hogy ez is érdekes, valaki azt mondta, hogy ő neki ez ami itt lent van, Csigaház. Neki inkább az éggel kötötte ő, hogy ez ilyen asztrológiai, nem tudom miket indított el benne. Én bennem, meg látod, neked a csigaház. Nekem meg az volt, hogy szinte bele csavarodunk sokszor a földi dolgokba, tehát belebonyolódunk a történéseinkbe, és hogy azért jelent meg ez itt a föld, tehát a földi részt jelölöm ezzel, és ez ami elmozdulás is, amit itt látod, ez egy, nem tudom mennyire látszik, hogy ha innen egy kis picit, ezt is akartam, hogy egy emberi alak egy picit azért benne legyen, hogy ez mi magunk vagyunk. És akkor itt is megjelenik az árnyék is, a feketével. Az a materiális oldal lenne az árnyék? A világos, narancssárgás rész pedig a szellem, vagy a lélek esetleg. Nekem tudod, mi volt akkor, hogy tudod, vannak gyengéink. Tehát vannak olyan dolgaink, ami, mint az árnyoldalunk. És hogy az árnyoldalunkat is meg kell szeretni, és el kell fogadni ahhoz, hogy teljesen, teljességben tudjunk élni. És hogy azért is tettem, hogy látod, itt ez a tűz, meg a nap, meg a nekem legalábbis ez az öröm, az életnek ez a színei. De ott is tettem bele feketéket, meg ott is megjelenítettem a magában, az alakban is,
hogy amíg itt vagyunk, én azt gondolom, amíg itt vagyunk így testben, addig megvan ez az örökös küzdelem. Tehát lehet, hogy kevésbé, vagy ahogy az ember fejlődik, de amíg itt vagyunk, azért mindig ott van az árnyoldal is. Ami szintén mi a miénk. Tehát az is el kell fogadni. Igen. Sőt, nem, hogy el kell fogadni, ami engem ledöbbentett, hogy meg kell tudni szeretni. És mi ezt meg tudjuk magunkba szeretni, akkor döbbenetesen tapasztaltam ezt, hogy ahogy el tudtam fogadni magamban azokat az oldalaimat, amit előtte gyűlöltem, onnantól kezdve sokkal együttérző vagyok másokkal, és megértőbb, és hogyha látom azokat a gyengét, amivel én szintén küzdöttem, akkor benne már nincs ítélet, hanem tudom, hogy ő is egy folyamatban van, és most jelenleg ott tart. És majd ha tesz magáért, akkor tud tovább és tovább haladni, fejlődni, és akkor egyre könnyebben élni, egyre jobban le tudja ezeket tenni, egyre jobban fogja tudni látni a másikat, és hogy akkor ez lenne a jó, hogy ez minél többen és többen lennénk így, bár most meggyőződésem, hogy egyre többen vagyunk. Tehát én azt látom, hogy mióta elindultam ezen az úton, nagyon sok ember meditál a békéért, hogy béke legyen, akkor igyekszik örömben élni, próbál, tehát hogy sokan ugyanaz a törekvése mindenkinek tulajdonképpen, nem? Megtalálni a saját békéjét, megteremtenie a saját harmonikus környezetét. Ezt mondják, hogy mindenki a boldogságot, tehát kivétel nélkül mindenki a boldogságot keresi, csak különböző utakon. És van, aki olyan utakon megy, ami azt mondom, hogy én nem szeretnék mondjuk rabló lenni, vagy bármi olyat választani, de ő valamiért azt gondolja, hogy elveszi a másét, akkor ő attól boldog lesz. És nagyon, tehát különböző utak vannak. Jaj, azt hiszem, erről órákig lehetne még beszélgetni. Lehetne, igen. De sajnos ennyi időnk nincs. Viszont azt ígérted nekünk, hogy megmutatod a műtermedet is, igen, hogy hol születnek ezek az alkotások. Úgyhogy szerintem akkor most menjünk és nézzük meg. Most lehet, hogy butaságot kérdezek, de ugye van az agyag. Igen. Van a kerámia, van a porcelán. Ez más-más állaga ugyanannak az anyagnak? Hát a porcelán mi öntöttük. Tehát a porcelán az is agyag, csak az a finomabb változata. Az a fehér agyag tulajdonképpen. És magasabb tűzön égetjük. Tehát én 980 ezer fokon szoktam égetni. A porcelán, ez a kemence arra nem alkalmas, mert a porcelán az pedig 1250-1400 között lehet égetni, és az egész más anyag, egy keményebb, egy tartósabb anyag, mint mondjuk, amit ebből meg lehet csinálni. Ezen a polcon sok minden van. Igen. Látunk itt egyedi alkotásokat is, meg sorozatgyártást is, ami mondjuk kevésbé a művészi oldala, nem a te foglalkozásodnak. Igen, igen. Hát a gyerek... De erre is szükség van, gondolom én. A gyerekekkel is foglalkozom, tehát tőlük is van egy-két alkotás, bár a többi az kint van a kemencénél, mert most égetek nekik a karácsonyra való tekintet, minél hamarabb készen legyen nekik. De hát vannak olyan dolgok, amiket azért csinálok, hogy igen, még plusz pénzt tudjak keresni. Úgyhogy az nem a kedvenc elfoglaltságom, de hát azt is kell csinálni. És egyébként muszájból csinálod, vagy azért szereted ezeket a praktikusabb használati tárgyakat is? Hát muszájból csinálom. Muszájból, mert tud az is szép lenni egy váza, egy tál, egy díszte. A szobrászatot azt imádom. Tehát az nagyon. De ezeket, mondjuk ez, amikor ezeket csináltam, az izgalmasabb volt, mert akkor lehet egy kicsit egyedibbé tenni, valamit variálsz fel egy kis ezt-azt. De hogyha korongozok valamit, ezek mondjuk a kivágások, azok lehetnek másak. De alapjában véve nekem az unalmas. Csak hát tényleg valamit, azért minden szakmának van olyan része, amit az ember nem annyira szeret, de még attól függetlenül meg kell csinálni. És a szakmádból akkor mit tudunk megmutatni? Esetleg meg tudsz-e nekünk mutatni technikákat tárgyakon? Hogy mi milyen technikával készült? Hát a gyerekeket, amikor járnak hozzám, a gyerekeknek akkor elmondom mindig, hogy tehát nem szoktam a munkájukba belenyúlni, azt nagyon fontosnak tartom. Tehát igazából az oktatói részét szeretem, azt viszont nagyon.
Tehát ha ezt nézem, akkor nem a, tehát a szobrászatot a kerámián belül, és a kerámián belül az gyerekeknek, meg ha egy-két felnőtt is van, az oktatást, mert azt nagyon élvezem. Tehát átadni azokat a technikákat, amiket ismerek. És akkor ez a hurka technika, hogy lehet látod, ezt gyerekek csinálták, hogy ki milyen, vagy kint is tudok mutatni, hogy kinek milyen a keze, azért nagyon lehet látni, hogy fiatalabb gyerekről van szó, idősebb gyerekről van szó, még az is, hogy fiú vagy lány, mert például a valaki robosztusabb dolgokat csinál, valaki finomabbat csinál, és akkor az ötlet, hogyha van ötlete, akkor azt én szoktam hagyni, mert lapokból szoktunk, meg ezzel a hurka technikával, szobrászatból is látod, ezt például nagyon szeretem, ezt egy kislány csinálta, most nem is olyan régen, hát dolgozott rajta azért egy jó pár alkalmat, de olyan kis vidám, és ő is, ahogy csinálja, úgy szeretem látni azt az örömet az arcukon, amikor valami meg, tehát az a sikerélményt, amit szintén én nagyon fontosnak tartok. Tehát ez az alap az, hogy elfogadó környezetben legyenek, szeretve érezzék, hogy szeretve vannak, és hogy lelje örömét abban, amit csinál. Ezért szoktam hagyni, hogyha van ötlete, vagy van valami, nincs ötlete mondjuk, és akkor elkezdünk keresni, hogy de mit szeret csinálni. És akkor így szépen megtaláljuk azt, hogy mi az, amit úgy szívesen csinál, és akkor annak a területéről szedünk valami ötletet, és akkor utána technikákat megmutatom, ami alapján megcsinálhatják. Annak idején neked is volt egy ilyen mentorod mondjuk, vagy egy olyan személy, aki akkor így elindított a pályán? Hát gyerekként nem találkoztam agyakkal, ez mondjuk olyan furcsa, de tényleg így van, hanem 18 évesen fölásták az utcát itt a Károly Király utca, akkor még Vaszkaraj utca volt, és ahogy onnan följött az a rengeteg agyag, a csatornázás volt, és arra emlékszem, hogy kint voltam, akkor is már gyerekekkel nagyon szerettem lenni, és sok gyerek volt az utcában, és kint voltunk, és így elkezdtem nekik így formázni. És a gyerekek milyenek, hogy de nekem csinálj egy cicát, nekem ez, és akkor jöttek, és én szerintem az indított el e felé, a pálya felé, tehát az, hogy megéreztem az alkotás örömét, és hogy az alkotás örömét megoszthatod, mert hogy örültek nagyon, amit kaptak. Úgyhogy nekem ez volt az első indítás, a művészetet mindig szerettem, tehát ilyen gimnáziumban ott felejtettek az egyik múzeumban, mert egyszer nem hallottam, hogy már menni kéne. Annyira belefeledkeztem egy szoborba. És aztán 25 éves koromban valakitől kaptam agyagot, aki hallott, hát ugye aki köztudott volt, hogy mindig a művészet, imádtam a művészet történetet, és hogyha bármere mentünk, azért ott ragadtam, hogyha szobrot láttam, ami úgy éreztem, hogy érdemes. És akkor kaptam agyagot, és akkor kezdődött el ez az egész, hát 25 éves korom óta, és elkezdtem pályázni, akkor először még be se jutottam, na akkor elkezdtem, hogy az arányokat hogyan kell, elmentem szobrászkörbe, a Ferenci körbe, ott elkezdtem ott tanulni, hogy hogyan kell fejet mintázni, utána elmentem grafikus iskolába, egy két évesbe, akkor elvégeztem ezt, amit mondtam, a fazekas oktatóit, ahol szintén ugye rajzoltunk, meg mintáztunk is, és aztán most, hogy elmentem a kerámia szakra, oda is azért mentem, mert nem akartam, hogy a szobrászatomban bárki belenyúljon. Tehát mondtad a mentort, előtt eszembe, hogy nem. Olyan, amilyen, nem baj. Ez vagyok én. Tehát nem akarok valakinek a kicsi mása lenni, hanem ha csak, mert annyira örömet ad, amikor csinálom, hogy onnant valaki mondta, hogy például amikor vittem a szobrokat, hogy de nem fogják érteni, nem fog tetszeni. És akkor azt mondtam, nem az, hogy nem érdekel az embernek a véleménye, hanem nekem már megvolt az örömöm. És aztán utána ők mit kezdenek vele? A kiállításon, az már az ő történetük. Tehát onnantól kezdve az, hogy tetszik-e vagy nem tetszik, ha megdicsérik, megköszönöm, ha nem tetszik, azt is elfogadom. Olyan is volt, hogy kaptam kritikát, hogy mikor fog valami normális szorot csinálni. Aranyos volt régi matek tanárom gimnáziumban, hogy mikor fogsz megint valami normális szobrot csinálni. Tehát hogy ilyet is el kell fogadni, hogyha bevállalod azt, hogy ez nekem nagy dilemma volt különben, hogy akarok-e olyan szobrász lenni, aki mindenkinek tetszelek, hogy mindenkinek tetszel, amit csinálok, vagy pedig azt mondom, hogy leülök, és akkor olyan, mintha lélekben mesztelen nevetkőznél. Hogy te most azt bevállalod-e, hogy ott azért pofon is vághatnak. És akkor azt mondtam, hogy így érdemes csinálni. Tehát vágjanak pofon, de akkor, mikor csinálom, akkor én ne azon gondolkozzam, hogy vajon ez fog-e valakinek tetszeni, hanem egyszerűen ott legyek benne és élvezzem.